szereplőválasztásnak volt egy fázis, ahol tehát volt olyan pillanat, ahol tudtam, hogy ki fogja játszani, és természetesen volt casting, és egy elég nagyszabású castingra kényszerültünk. Az ember, hogy öregszik, és amilyen ritmusban éli az életét, sajnos nem ismeri a szakmát már, a fiatalokat egyáltalán, vagy nem annyira, mint amennyire kéne. Épp azért jó, hogy ez a történet elkészül, mert ezt a mondatot, hogyha még, ha Laci jóslata beválni, akkor egyre kevésbé kell majd elmondani, mert az újabb és újabb generációk azon ugyanolyan szerencsés helyzetben lehetnek, mint mi voltunk a 80-as években, ismert őket az ország, mert folyamatosan tévéfilmekben és tévéjátékokban játszottunk. A hét főszereplő esetében, ugye ez van egy ilyen érzékenység, még mindig a magyar színészvilágban ezt tapasztalom, a múltamban is az eddigi castingok alapján, mindenki, akiben az ember, akit odahív castingra, nyilván abban bízik, az, hogy hét ember együtt hogyan tud játszani, hogyan mutat együtt, az egy másik kérdés, tehát nagyon sok casting előzte meg ezt a dolgot, de nem mondanék én sokkal többet a szereplőkről, szerintem mindenki mondjon akkor pár szót önnön magáról. Talán a kereteket azért azt mégiscsak jobb, hogyha felfestjük, mert egy postakocsi elindul Debrecenbe, Pozsonyból, át a forradalom Magyarországon 1849 májusában, és egy halottas kocsi üldözi. Az ember persze vigyáz mindig, itt is gondolkodtunk sokat azon, hogy milyen, mit adjunk le. Az ember nem akarja lelőni a fordulatokat, de közben a regény, itt van a regényhez. Hülyek voltunk, tehát egyszerűen akar az ember érdeklődést felkelteni, és közben mégiscsak annak, aki először a filmen és utána a regény oldalain akar ismerkedni a történettel, mégsem vegyem el az örömét. Úgyhogy menjünk akkor először a halottas kocsi utasaival, akkor onnan kezdjünk. Ákos? Gábor. Kravinszki Gábor. Ki vagy te? Nos, én játszom ezt a bizonyos Fabach főrendőrt, akit az édes drága jó fia után halálos betegnek tetteti magát kirabol. És tulajdonképpen ez az indítéka, hogy visszaszerezze a pénzét, ezért üldözi a fiát, aki menekül előle. És ez a fő vonulat, hogy egymást kergetgetjük, és keresztül menjünk 48-on. Inkább arról beszélnénk, hogy megemlítették, hogy milyen jó, hogy egy kosztum is film készül már a magyar televízióban, is nagyon régen nem volt. Nem olyan kellemes ám ez a színészeknek, mert majd észlelni fogják, ugye, hogy akkoriban nem mostak fogat az emberek, és levették a fogmintánkat, és egy ilyen rothadó fogsort sikerült beépíteni a szánkba, ami borzasztó volt, egész nap szúrta az fogunkat. Utána liszterinnel kellett 3 óránként kiöblíteni a fogat, hogy tényleg ne járjunk úgy, mint akkoriban jártak az emberek, hogy kirohad a forgatás végére a fogunk. Ezt a Revi azért mondja, mert fél, hogy kialakulul egy kép ezzel kapcsolatban. Órákig. Az Eszter nincs itt, de hát az Eszter 2,5 óra alatt készült. Nagy Kálózi Eszterről van szó, az egyik főszereplőről, majd megkérjük Rudolf Péter. Szóval azért, ugye a parókák fölragasztása, befője az embernek a... Szóval szomorú sorsa volt a színészeknek a filmsorozatban. A duplán élveztük a forgatást. Tehát, hogy bárki szeretne szerepelni a jövőben, tulajdonképpen szerette volna Revi elérni, hogy csak ő játszassa a jövőben ezeket a szerepeket nyilván. Esetleg a Kőszegi Ákos és Kállói Molnár Péter hányatott sorsáról is szeretnénk hallani a forgatás során. Hát... Én Dalfalvi Matyiőt játszottam a filmben. Ez a Schwabbach főtanácsosnak a jobb keze, egy császári titkos szolgálatnak az egyik ügynöke, sőt a vezető ügynöke, és mindenre hajlandó és mindent megvalósítani képes ember.